Egy hely, ahol mindenki kibontakoztathatja tehetségét. Vajon mi történik a Széchenyi Egyetem hallgatóival, ha megszerzik diplomájukat? Három életpályán keresztül azt mutatjuk meg, bár az irány nem feltétlenül azonos, a motiváció és az itteni tapasztalatok mindenkiben mély nyomokat hagynak. Sauter Ferenc, egykori hallgató, ma kutató, a napelemes autót fejlesztő csapat tagja itt az egyetemen. Szigeti Márk, egykori hallgató, ma mérnök, motorfejlesztőként az Audi csapatában dolgozik. És Gilisics Vilmos, aki vállalkozóként villamoshajtású kis terrautókat fejleszt Ászáron. Vajon mennyit segített számukra az egyetem, hogy tehetségük kibontakozzon, és mindannyian a megfelelő irányba induljanak el a világba? Nekem ez megváltoztatta az életemet, hogy önmagamat is megismerjem, hogy mi az, amit szeretnék a jövőben is csinálni. Kreatív kollégákat sikerült találni az egyetemen, akik annó még hallgatótársak, csoporttársak. Olyan ipari háttér van, ami támogatja az oktatást. A hallgatók, amikor kimennek az egyetemről, akkor már valamiféle munkatapasztalattal rendelkezzenek. Az élet, különösen a műszaki pályán olyan gyorsan változik, hogy azt a kívülálló alig tudja követni. Azonban a kutatók, a mérnökök, akárcsak a sakkozók több lépéssel előbbre járnak. Szigeti Márk azt mondja, neki a Formula Student verseny jelentette a kiugrási lehetőséget. Egyedi versenymotort fejlesztettek, így került a járműmérnök pályára. Szakmai területen is fejlődhet az ember a projektekbe, tehát a gyakorlatba kipróbálhatja, és lehetősége van a legújabb technológiákat használni. Az oktatásban megpróbálják a legújabb elméletet, a legújabb, a legjobb szakemberekkel létrehozni. Tehát így ez egy híd akar lenni, én azt gondolom, az oktatás jelenlegi színvonala meg az ipar elvárásai között. És azt gondolom, meg azt látom, hogy ez a híd egyre stabilabb és egyre szélesebb. Márk azt mondja, az egyetemi évei alatt azért szerette a különféle projekteket, mert az abban való részvétel segített saját képességeinek a megismerésében is. Ráadásul az itteni kollégáknak egyre nagyobb a tekintélye, így van lehetőségük fejleszteni. Sokszor nagyon jól jön ez a magyar kreativitás, hogy egyszerűbben, jobban, ügyesebben, okosabban is meg lehet ezeket oldani. Megbíznak bennünk annyira, vagy látnak akkora fantáziát vagy potenciát bennünk, hogy megengedik, hogy azokba a dolgokba, abba a presztízsbe, abba a márkába, abba a színvonalba, abba a termékbe mi belenyúljunk, és esetenként felülbírjáljuk akár őket is. Tehát, hogy annak ellenére, hogy ezt Németországba fejlesztették alapból ki, nagyon sok javaslat, hogy ezt hogy lehetne jobbá tenni, az magyaroktól jött. Itt most egy olyan gokárt látható, amivel rendezvényekre járunk, és ott próbáljuk az érdeklődőket kiszolgálni. Talán ez az eszköz az, ahol a legközelebb hozható a felhasználóhoz az elektromos jármű, és amikor beül egy gokártba, és őt meggyőzi a menet teljesítmény az, hogy ez megfelelően működik, akkor onnantól kezdve el tudja képzelni, hogy villamos autóval lehet közlekedni. Vilmos már felsőfokú tanulmányai alatt is a családi vállalkozásban dolgozott. Azt mondja, aki tudja, mivel szeretne foglalkozni, az egyetemi évei alatt megteremtheti jövőjének alapjait. Nyugat-Dunántúlon talán az országban a legfejlettebb az autóipar. Én azt gondolom, hogy aki műszaki gépész diplomát szerez, ráadásul autóipari irányon, ott gyakorlatilag azonnal talál magának megfelelő munkahelyet, és van is lehetősége kibontakozni, mivel már a főiskolás és egyetemista évek alatt több olyan projekt és diákmunka van az egyetemen, ahol már akár gyakorlati tapasztalatokat is szerezhetnek. Itt a műhelyben belső égésű motorral hajtott autókat alakítanak át. Az elektromos motor teljes egészében saját fejlesztésük. Ez a Skoda Roadster, ez egy dízel meghajtású autó volt, és tisztán elektromos autóvá építettük át. Ez azt jelenti, hogy a sebességváltóra kapott a dízelmotor helyére egy elektromos motort. Az akkumulátorokat a gyári üzemanyag tartály helyére és a pótkerék helyére sikerült bepréselnünk. Ez azt jelenti, hogy maximálisan ki kellett használnunk, a lehetőség adta teret. Itt 300 kg lítium technológiás akkumulátort építettünk be. Ez szükséges ahhoz, hogy a 200 km-es hatótávolságot és a 140 km/h végsebességet elérje az autó.
Sauter Ferenc különleges helyzetben van. Ugyanazt kutatja, mint amit 10 évvel ezelőtt tett, amikor a diplomamunkáját is készítette. Egyik kolléga azt mondta, hogy próbálják megtervezni egy alternatív meghajtású járművet. Ez egy akkoriban egy háromkerekű kis jármű volt, amit pedállal is lehetett hajtani. Gyakorlatilag a diplomi munkám is ezt a témát fette le, és későbbiekben egy kisebb kutatócsoport alakult ki, aki az alternatív járművekkel és ezeknek a járműveknek a hajtásával foglalkozik. Így lehet mondani azt is, hogy a mostani járműipari kutatóközpont, illetve a közút és vasútjának tanszéken is nagy hangsúlyt fektetünk a megújuló energiát hasznosító járművekre. A Széchenyi Egyetem laborjai jelentős fejlesztésen estek át az elmúlt években. Az intézmény ennek köszönhetően képes arra, hogy az ipar mai igényeit egyre jobban kiszolgálja. Mindez persze az oktatóknak is nagy kihívást jelent. Ezeket csak úgy tudjuk átadni, hogyha mi maguk megismertük ezeket a területeket. Ez nagyon fontos, egy hallgató nagyon látszik azt, hogy bízik-e az oktatójában, vagy sem. Azt lehet mondani, a Széchenyi István Egyetemen olyan oktató kollégák vannak, akik mind-mind valamilyen kutatási területen aktívan dolgoznak. A hallgatókkal történt beszélgetéseim során egyértelműen kiderült, hogy ők ezt szeretik, hogyha ezekről a kutatásokról tudunk beszámolni. Ami pedig az egyik legnagyobb siker, ha egy korábbi végzős hallgatóval elkezdődik egy közös munka. Ez az abszolút biztosíték arra, hogy nem voltak hiába valók az intézményben eltöltött évek. Már több projektünk van az egyetemmel közösen. Ez talán azt jelenti, hogy most már az egyetemi tanáraink és oktatóink is látnak ebbe fantáziát. Talán köszönhető ennek, hogy már van olyan több akár konzorciumi együttműködésünk a Győri Egyetemmel, amit közösen csinálunk és kutatunk, fejlesztünk. A Széchenyi Egyetem más felsőoktatási intézményekkel is hatékonyan együttműködik, hogy még jobban ki tudja aknázni a tehetséges munkatársak tevékenységében és a csúcs technológiát képviselő laboreszközökben rejlő lehetőségeket. Alig zárult le a Pannon Egyetemmel közösen megvalósított mobilitás és környezet kutatási projekt, a Győri Felsőoktatási Intézmény kezdeményezésére már is újabb együttműködési megállapodást szignált 7 egyetem és főiskola rektora, amely a műszaki felsőoktatás közös fejlesztését célozza.